Térségünk 2010 óta tagja az európai és a globális geoparkok hálózatának. A Novohrad-Nógrád Geopark területén zajló munkát, mely egyedülálló módon magyar-szlovák együttműködés keretében jött létre, nemrégiben felülvizsgálták. Szimbolikus helyszínen a Somoskői várban tartottak a felülvizsgálat eredményeiről sajtótájékoztatót szeptember 9-én. A Központi Koordinációs Bizottság a Geopark jövőjéről hozott döntését Székiné dr. Strémi Melinda polgármester jelentette be. Ez a döntés az volt, hogy a Novohrad-Nógrád Geopark működését további 4 évre javasolta a hálózatba tartozást, ráadásul a legmagasabb minősítéssel. Ez óriási boldogság és öröm nekünk, hiszen az a munka, amelyet közösen végeztünk hosszú évekig, beérett. Természetesen feladatokat is kijelölt számunkra a koordinációs bizottság, amelyeket mi magunk is ismerünk, tudunk, és ezeket kell elvégezni, hiszen ezt a címet újabb 4 esztendőre kaptuk. A következő évekre 4 további ajánlást fogalmaztak meg a Novohrad-Nógrád Geoparkkal kapcsolatban. Fejleszteni kell többek között a szervezet nemzetközi kapcsolatrendszerét, és tovább kell népszerűsíteni leginkább a fiatalok körében a geoparki eszmét. Ezt már Lóska János mondta. A Novohrad-Nógrád Geopark non-profit Kft. Ügyvezetője azt is kiemelte. A döntés meghozatala során a Nemzetközi Bizottság számos pozitív véleménnyel értékelte az elmúlt 4 év munkáját és a térségben elért eredményeket. Sok gazdag geopark is volt ott, Norvégiából, Angliából, sok helyről, de azt, hogy a magyar kormány több mint 2 millió euróval támogat egy ilyen kezdeményezést, azt ott egységesen meglepetéssel és örömmel fogadták. Tehát ez egy határozott nagy lépés volt, és az is erősíti ezt a döntést, hogy a magyar és szlovák oldali geopark, a Novohrad-Nógrád, ott jelenlévő képviselők egyhangú szavazatával kapta meg ezt a lehetőséget. Tehát még csak tartózkodás sem volt ellenünk, aminek azért úgy gondolom, hogy örülnünk kell, és örülünk is. Kéri István, a Novohrad-Nógrád Geopark non-profit Kft. Irodavezetője további örömteli bejelentéssel zárta a sajtótájékoztatót, miszerint a szervezet 12 000 eurónyi összeget nyert a visegrádi alap támogatási forrásából. A térségünk legmagasabb szintű besorolásával olyan elismert geoparkokat hagytunk magunk mögött, mint például az Angliában vagy Csehországban működő szervezet.